Köszöntöm nézőinket, Önök Völgységi Magazin című műsorunkat látják. Lássuk, mit kínálunk a mai műsorban. Segítség fiatal családoknak szociális bérlakások Izményben. Idősek napját tartottak Kakasdon. Polgármesterségen innen és túl Szűcs Sándor 21 éve a pályán. Izmény önkormányzata szociális bérlakásokat alakít ki olyan kisgyermekes családok számára, akiknek jelenleg nincs lehetőségük saját ingatlan vásárlására. Céljuk a fiatalok segítése és a település lakóinak megtartása. Izményben csökkenőben van a népesség, ezen belül is a fiatal gyermeket nevelő családok száma. Ezen szeretne változtatni Kelemen Ferenc polgármester. Legfontosabb feladatnak az óvoda megtartását tartja. Jelenleg 15 gyermek jár a helyi óvodába. Óvodánk még megvan, és bízom benne, hogy még sokáig meg is marad, és az óvodai létszám ugye számít, mert a normatíva határozza meg azt, hogy mennyit kell nekünk ráfizetni, vagy esetleg kijövünk abból a normatívából, amit kapunk. És ezáltal a fiatal családok, akiknek nincs lehetőségük házat vásárolni, akinek óvodás gyereke vagy óvodástól még kisebb gyereke van, ilyen átmeneti szállásként, ilyen 1-2-3 évre, amíg az óvodát el nem hagyja a gyerek, addig mindenféleképpen itt kap nálunk lehetőséget a lakhatásra. Izmény önkormányzata szociális bérlakásokat alakít ki fiatal családok számára. Ez jó megoldást kínál a fiatal gyermekes családoknak. Az ingatlanok néhány évig szolgálhatnak ideiglenes lakhelyül a családok számára. Az önkormányzat nagyon kedvező bérleti díjat számol fel a lakhatásért, ezzel is csökkentve a fiatalok terheit. Az önkormányzat vásárolt néhány évvel ezelőtt egy ingatlant, melyben korábban már lakott egy család. Ebben a házban egy másik lakrészt alakítanak most ki, ennek a munkálatai folynak éppen. A lakások nem túl nagyok, de kényelmes egy család számára. Ez az egészhez tartozik még ugye az istáló, meg mögötte van egy nagy kert, úgyhogy mondtam a lakóknak, hogy jövőre akarnak is veteményt, akkor van lehetőség rá, úgyhogy itt azért egy elég zárt, ha úgy vesszük, hogy csináltuk rá a kerítést is, a gyerekecskék tudnak játszani ittben, megmondom, ők meg tudnak veteményezni is. Továbbá a már nem működő iskola szolgálati lakását is visszaalakítják lakássá. Ez korábban orvosi rendelőként működött. Ide egy 5 tagú család fog költözni. Mi fog még egy vízkarton, mert az ajtó ez le van zárva, és akkor így van külön lakrész. Így lesz külön lakrész, itt lesz egy szoba, egy folyosó, egy konyha, fürdőszoba, WC. És vegyes fizeléssel. A lakásokra nagy az igény, mert jelenleg 4 család vár arra, hogy be tudjon költözni egy ilyen bérlakásba, viszont az önkormányzat jelenleg csak 3 családnak tud lakhatást biztosítani. A sikeres program folytatásaként szeretnének még további ingatlanokat vásárolni, hogy még több családnak segíthessenek ezzel. A minden évben megrendezésre kerülő idősek napja alkalmából köszöntötték a nyugdíjasokat Kakasdon. A helyi önkormányzat ünnepi keretek között köszöntötte a szépkorúakat. A rendezvény a Művelődési Házban kapott helyszínt. Sokan részt vettek az eseményen. Az önkormányzat színes programokkal és meglepetés vendéggel is készült. Kérdeztünk a helyi nyugdíjas klub szokásairól, mivel töltik idejüket, ezzel kapcsolatban Hajdú Lászlóné beszélt. Tulajdonképpen a mai nap menetét én valójában annyira ismerem, hogy tehát egy műsoros estre, délutánra számítunk, és valami meglepetés. A meglepetésről nem tudok semmit, mert az a helyzet, hogy én most a napokban nem voltam itthon, és nem tudtam ennek után. Meg egyébként is nem valószínű, hogy kiderült volna, mert ha meglepetés, akkor nem lehet tudni. Sok rendezvényük van. Kirándulnak közösen, bizonyos ünnepeket megtartanak, egymás között is, egymás névnapját, születésnapját köszöntik. Tehát egy nagyon összetartó társaság. Kirándulni mennek, fürödni mennek, színházba mennek, itt rendezvények vannak. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen méretű faluban tulajdonképpen ez jó dolog. Molnár Sándorné is örült az önkormányzat meghívásának. Hát meghívtak, igen, kaptunk meghívót,
Hát én örültem nagyon neki, mert legalább így látom az időseket, találkozok velük. És jó érzés itt lenne a többséggel együtt. Az idősek tiszteletére és megbecsülésére készült az ünnepség. A rendezők desszertsarkot is kialakítottak, mondta Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere. Kakasdon a mai napon tartjuk az idősek napját. Tavaly is nagyon jól sikerült rendezvény volt, és olyan sok kedves szót, pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nem volt kérdés, hogy idén is megrendezésre kerül. Nagyon színes programokkal kedveskedünk az időseknek, reméljük, hogy elnyeri tetszésüket, és bízunk benne, hogy tényleg a nap végére örömmel távoznak, és kedvüket lelik az egész délutánban. Nagyon készültünk, olyan izgatottak is vagyunk, hogy vajon hogyan reagálnak az idősek. Szerettük volna mindenképpen kifejezni tiszteletünket és köszönetünket is a munkájukért, az értékért, amit teremtettek, és mindazért, amit a mai napunk kapunk tőlük, és azt gondolom, hogy olyan alapokra építkezhetünk általuk, hogy ezt szeretnénk mi is továbbadni a jövő nemzedékének. Gyerekektől egészen az idős korosztályig, tehát verseket hallhatnak, énekeket, táncokat láthatnak, lesz vendégföllépünk, és kicsit úgy is hirdettük meg, hogy meglepetéssel készülünk, ami való igaz, úgyhogy reméljük, hogy jól sikerül a meglepetés számukra. Az az igazság, hogy úgy szerveztük most le, hogy a főműsor a lényege maga az idősek napjának, és egy ilyen desszert sarokkal kedveskedünk nekik, ahol a végén beszélgethetünk egy kicsit, megédesítjük a napjukat különböző süteményekkel, sósokkal, falatkákkal, kávéval és üdítővel. A helyi általános iskola gyermekei versekkel és énekekkel készültek. Jó volt látni a sok örömet az arcokon, hisz a múltunkat köszönhetjük az időseknek, és a múlt nélkül nincs jelenünk és jövőnk sem. Erőt és egészséget kívánunk nekik, és még nagyon sok ilyen együtt töltött ünnepet. Szűcs Sándorral, Zomba polgármesterével beszélgettünk a több mint 21 éves polgármesteri pályafutásának állomásairól, amiben ugyan akadtak nehézségek, de ezeken mindig sikeresen tovább lendült, illetve életének fontosabb állomásait is megismerhettük a portré során. Hát én Tolna megye legkisebb településén születtem, Murgán. Tehát szó szerint Murgán, és Murgáról 1960-ban költöztünk át Zombára. Itt a szülők építkeztek, szülők, nagyszülők, ugye, mert nyilván nagyszülői segítséggel építkeztek, és azóta tulajdonképpen én itt lakom. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy egész kiskoromtól zombai lakos vagyok. Itt nőttem fel, illetve párhuzamosan Zombán, illetve Murgán, hiszen a nagyszülők ott maradtak, és nagyon közel álltam a nagyszülőkhöz, úgyhogy minden szabadidőmet ott töltöttem, és ott ragadt rám minden jó és minden rossz, hogy így fejezem ki magam. Tehát hatalmas élményekben volt részem, ugye kis települések jellemző, hogy több korosztály együtt ismerkedett, együtt barátkozott, és így 10 éves fejjel nekem 20 éves felnőtt barátaim voltak, akik tehát nyilván megtanult az ember a felnőttkori csintevéseket is, úgyhogy mondanám azt, hogy elég időbe belecsöppentem a felnőtt életbe, viszont hát ugye általános iskolát itt töltöttem Zombán, és innen kerültem Szekszárdra a Rózsa Ferenc szakközépiskolába, műszerész tagozatra, és ott végeztem a középiskoláimat. Hát közben voltak nagyon szép éveim, ugyanis hát mindig jó fizikai állapotban voltam, és a sport roppant közel állt hozzám. Ugye ez visszanyúlik a gyerekkori csibészségekre, ahol aztán volt minden, a mocsárjárásra, a béga cigarettatásáig kezdve minden, és nyilván hát faluhelyen edződik a gyerek, úgyhogy nem sportban, hanem a csibészségben, meg a munkába edződtem meg, hiszen engem már nagyon korán bevontak a fizikai munkába, hiszen a nagyszülők paraszt, szülők volt paraszt tevékenységet folytattak, és a mezőgazdasági munkába beavattak engemet. Hát olyannyira, hogy mai gyerekeknek hihetetlen, hogy 12 éves voltam, amikor az első disznót szúrtam és bontottam,
és szintén 12 éves voltam, amikor az első permetezőgépet, a Vermorel rész permetezőgépet a hátamra adta a nagyapám, hogy akkor, ha bírod magad, akkor gyere és segítsél. És nyilván ebből kialakult egy fizikai alap, amit én nagyon jól tudtam hasznosítani már az általános iskolába is, és itt, mint a sportba, és utána az iskola, általános iskola és sport eredményeim után engem azonnal, a 8. osztály után azonnal a szexuális sportiskola leszerződött, és utána ott nagyon kemény, aktív sportilletet folytattam, 3 évig atlétizáltam, majd utána a 4. évben már ugye dobóatléta voltam, és hát túlerősítettem magam, ami a Gerelyhez nem volt éppen már jó, és így már régen fűztek a súlyemelők, hogy menjek át súlyt emelni, mert hát a kondícióm, ugye nem túl magas vagyok, a kondícióm megvolt hozzá, és így átmentem a súlyemelékhöz, ahol hát 1 év alatt olyan eredményt értem el, hogy ifjúsági válogatott keretbe kerültem. Ami ebből nekem hatalmas élmény, az, hogy falusi paraszt gyerekként bejártam a 4 év alatt az egész országot. Zalaegerszegtől, Nyíregyházáig, Debrecentől, a Népstadionig, tehát mindenhol a sport versenyeken, meg hát ugye jöttek az eredmények. Amikor abba hagytam a sportot, akkor több mint 60 érmet számoltam, amiből több mint fel aranyérem volt, és minden területről. Úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt, hát azt utána kezdődött a mindennapi élet. Mechanikai műszerészként végeztem, és hát akkor ragyogó munkahely volt a BHG. Ott helyezkedtem el, mint gépbeállítóként, tehát fizikai dolgozóként a szallagba beülve szereltük a crossbar kapcsoló gépeket, ami hát szintén mondhatnám azt, hogy élményt hozott, hiszen 4 hónapos próbaidő volt rendelkezésünkre bocsájtva, hogy betanuljuk ezt a dolgot. Hát hála Istennek 1 hónap alatt én teljesítettem a normát, ami hát azt eredményezte, hogy nagyon jó főnökeim voltak, azt eredményezte, hogy a teljesítés mellett, teljesítménybér mellett megkaptam még a betanulási pénzt is, úgyhogy már az első hónaptól, vagy hát inkább a második hónaptól már többet kerestem, mint akik több éve ott ültek. 77. január 7-től 2002. október, nem tudom hányadikán volt a választás, addig én szexárdon voltam. 16,5 évet húztam le a BHG-nál, ahol gyakorlatilag ugye említettem, hogy gépbeállítóként kezdtem, és üzemvezetőként jöttem ki a gyárból. Tehát végigjártam a ranglétrát, csoportvezető, 1 év után, 20 éves koromban csoportvezető lettem. Nyilván nem a nyalás, hanem a munkám, az előbb említett munkám alapján, és utána egy bizonyos idő után pedig művezető, majd egy pár évvel a BHG zárás előtt, akkor kaptam egy üzemet, egy Európa Óra gyár összeszerelő üzemét kaptam meg, és azt sikerült vezetgetnem. És ugye megszűnt a crossbar központ, tehát jöttek a rendszerváltás, államosítás időszaka, megszűnt a crossbar központ, így ezt a területet elvitték, és akkor úgy láttam jónak, hogy valahová mozdulni kell. Akkor kimentem 2 hónapig, de még a felmondási idő alatt. 2 hónapig kimentem vállalkozásba, parabola antennák, akkor jöttek be, akkor kezdtük el parabola antennákat szerelni, és akkor kaptam meghívást a Dédigászhoz. Utána jött a falu, amikor haza hívtak, és szó szerint hívtak. Tehát nem, én nem akartam polgármester lenni, hanem haza hívtak. Igaz, hogy 1990-től Zomba legfiatalabb képviselőjeként képviselő voltam már. Olyan életet kell élni, ami felkelti az emberek figyelmét vagy érdeklődését is. Ugye említettem a sportot. 1976-ban, ami Zomba figyelmét felkeltette már, a Dózsa, még abban az időben, ugye a szexádi Dózsa újságnak a címlapján ott volt a fényképem, és Szűcs Sándor ifjúsági válogatott kerettag. Nos, ezt az újságot a fél falu az ablakába kitette az időben. Tehát gyakorlatilag üzletek meg ilyen közhelyek kitették, mert ez egy nagy szó, hogy egy falusi gyerek ugye ilyen eredményt érte. Ez volt az egyik. Másik, mint említett, utána sportoltam.
itt is beletettem mindent, amit bele lehet tenni a sportba, a fociba is. 90 képviselő voltam, és az első perctől kezdve nyilván fiatalként új gondolatokkal jött elő az ember, ugye a testület üléseken is, meg a közéletben is, mindenhova bekapcsolódtam. Mint sportolóként bálokat szerveztünk egyesülettel kezdve, akkor például az zombál elszármazottak találkozójának a szervezését én kaptam meg abban az időben, úgyhogy ott a szervezés az a fél év alatt szinte havonta kétszer mindazok, akik érdekeltek voltak ebbe, azokkal együtt voltunk. És nyilván hát a koszon kívül az emberre ragad más is, ugye, úgy ránk is, meg hát azokra, akikkel az ember együtt dolgozott, és gyakorlatilag így sikerült azt, hogy hazahívjanak. Ugye ez valószínűleg családi tradíció nálunk, hogy az ember mindenkinek megpróbál jót tenni. Főleg akkor, ha nem is kerül semmibe, egy jó szóba, egy segítőkész szándékba, egy készfogásba, egy mosolyba, ami utána visszajön. És mint elmítettem a fiataloknak, ezt szoktam elmondani mindig, hogy ne sajnáljatok adni. Egész biztos, hogy valamikor vissza fog jönni kamatostul. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy majd egy pár év után. És visszajött. És én ebből tudtam építkezni itt a polgármesteri időszakomban is. 2010 és 2011-ben felújítottuk a zombai általános iskolát, és felépítettük a sportcsarnokot, ami ugye hozzám kötődött a sport révén, vagy hozzám is kötődött a sport révén, a másik meg nagy űrt szenvedett. Egyet tudni kell, hogy a zombai általános iskola, ez mindig ilyen 220-250 fős gyerek létszámmal dolgozott, és nem volt csak egy 30-40 négyzetméteres kis tornaterme. Meg hát ment a sportélet a faluba, és hiányoltuk a sportcsarnokot, és ebből a iskolafejlesztési pályázatból, nyilván az iskolához kapcsolódva, az iskola udvarán fölépítettük a sportcsarnokot. Két év alatt, ugye 10-ben adtuk át az iskolát teljes körű felújítással, és 11-ben pedig a sportcsarnokot. Hát ezen 750 millió forintos beruházás volt. Most ugye 2010-11-ben az azért sokkal nagyobb érték volt, mint mondjuk 2023-ban. Ez volt az egyik nagy. Mindemellett az összes középületünket nyilván pályázatokból tudtuk felújítani, mert hát egy 2000 fős településnek akkora saját bevétele nincs, hogy ebből ekkora beruházásokat tudjon csinálni. Pályázatból tudtuk megvalósítani, műfázfelújítás, önkormányzati épület felújítás, vizesblokk felújítás, fűtéskorszerűsítés, minden. És utána jött a másik régen várt nagy projekt, a zombai szennyvízberuházás. Tehát el kell mondani, hogy Zomba 100%-ig szennyvíz csatornázott település, ami 900 millió forint, több mint 900 millió forintos nettó beruházás volt. Ez 2014-ben lett átadva, tehát 13-14-ben épült, illetve 2012-ben kezdődött, 2014-ben lett átadva, úgyhogy teljes szennyvízhálózatunk megvan, az elsőt az utolsó házig Zombán. A polgármesterség is egy falu irányítása is olyan, mint egy család vezetése. Csak egy családban 4-5 fő van, egy faluban, ugye Zomba esetében, hát akkor még 2200-an voltunk, 2300-an voltunk. Semmi mással nem különbözik. Meg kell felelni emberileg, úgy kell gazdálkodni, hogy a működőképes legyen az önkormányzat, ugyanaz mindegy egy háztartás, csak az kicsibe, ez pedig nagyba. Amúgy meg, tehát legyen meg az emberbe az az empátia, ami egy családban meg kell legyen. Tisztelje a családtagokat, itt tisztelje a lakotársakat, az embereket. Nyilván mind a családban is mindig leesik egy-egy pohár vagy egy tányér. Ezt össze lehet söpörni, kitenni és folytatni az életet. Itt ugyanúgy van. Nyilván az ember mindenkinek nem tud eleget tenni, mert olyan nincs, hogy 2000 embernek eleget tudjon tenni egy személy. Ilyen nincs. Viszont azt el tudtam érni,
hogy kisebb ütközőkkel az elképzeléseimet, és mint említettem, a segítséggel, képviselők segítségével, meg akit az ember be tudott avatni ebbe a közösségi munkába, azokkal elérjük ezeket az eredményeket, amit elértünk. Ez a mai napig is így van, habár azt is sokszor el szoktam mondani, az ember minél tovább van egy pályán, annál több ellenséget gyűjt. Főleg a mai világban nagyon nehéz, mert az embereknek nagy része az a jogaikat, azokat nagyon tudják, csak a kötelességeket felejtik át nagyon sokszor. Az már 100% biztos, hogy én több ciklus nem vállalok be. Hál' Istennek nagypapa vagyok, most már van egy csodálatos unokám, a családom teljesen rendben van, és minden mellett, a munkák mellett, és ez nem csak a polgármesterség mellett, hanem azt megelőzően is, mind a BHG-nál, mind a gázosoknál én nagyon komolyan foglalkoztam a falusi munkával. Kezdetben, ugye fiatal korunkban állattenyésztéssel, amikor még megérte, nyilván valamivel meg kellett teremteni a jövő alapját, meg hát ugye a ingatlan fejlesztés, meg egyebeket. Majd utána szőlészkert, jelen pillanatban is 2 hektár szőlőm van, illetve hatalmas kertem, konyhakertem, fóliám, amiben én úgy gondolom, hogy a szabadidőmet el tudom tölteni a jövőben is. A másik pedig, hát jó lenne most már egy kicsivel több időt a családra is szánni, illetve önmagamra, mert eddig sajnos ezek elmaradtak, de hát, hogy az ember bevállalt egy-egy közéleti munkát, akkor azt kellett csinálni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!